Az elmúlt évek veszőfutása után tavaly nyáron még az is felmerült, hogy megszűnik a felnőtt futball a városban, nagyszerű őszt produkált a Mátészalkai futballcsapat. A lejátszott 12 meccsből 7-et megnyert az MMTK, mellette 2 döntetlen és 3 vereség a mérleg, ami az 5. helyhez volt elegendő a tabellán. Szűk 2 hónap szünetet követően gyakorlatilag változatlan játékos kerettel kezdte el a felkészülés január elején a Botos Sándor által irányított együttes. A legfőbb erényünk az volt, hogy mindenkit itt tudtunk tartani. A fiúk ugyanazzal a fiatalos lendülettel, hiszen az M1-es osztályban mi vagyunk az egyik legfiatalabb átlag életkorú csapat, tehát ugyanazzal a lendülettel tudtak az edzéseken részt venni. Heti 3 edzéssel készültek, 2 edzőmérkőzést játszottak le. A vezetőség gyakorlatilag a tapasztalatokból azt mondta le, hogy az edzés állapotnak időszakosan, ugye a jelenlegi időszaknak megfelelően az edzés állapot az jó a csapatnál, motiváltak a játékosok, hát nagyon várjuk azt, hogy a kezdés az hogyan fog hatni. Ami aggályokat vett fel, az, hogy a hazai mérkőzéseket sem valószínű, hogy hazai pályán tudjuk lejátszani, hiszen itt a téli időjárási viszonyok az élő füves pályák esetében ugye a mély talaj, az egyrészt balesetveszélyes, másrészt pedig ugye a pályáknak a teljes felszántásához vezethetne, éppen ezért műfűvön fogunk játszani. Az eddigi eredmények alapján a 100%-os tarpa kiemelkedik a mezőnyből, mögötte azonban sűrű az élboly. A Mátészalka mindössze 2 pontra van a 3. helyezett Nagyesettől, így a dobogó sem tűnik elérhetetlennek a végelszámolásnál az MMTK számára. A tavasz folyamán a célkitűzése a csapatnak, mivel az élt mezőnyhöz tartozik, hogy a dobogóhoz minél közelebb kerüljünk, akár dédelgetett álmunk az, hogy dobogóra is kerüljen a csapat. Én nagyon bízom abban, hogy ez a fiatal gárda, ami most jó kezekben van, akár a technikai vezetés szempontjából, akár a szakmai stáb szempontjából ugyanazt a eredményes munkát tudja majd folytatni, amit ősszel elkezdett, így aztán azok a vágyaink vagy elképzeléseink, ami a vezetőséget vagy a szurkolókat is egyaránt érdekli, hogy a dobogóhoz minél közelebb kerüljünk, ezek meg fognak valósulni 2021-ben is. A Mátészalkai MTK Ibrány mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik a nyírbátori műfüves pályán. A forduló további párosítása a következő: Baktaló Rendháza Mándok, Vásáros Namény Nyírgyulaj, Nagyhalász Nyírmegyes, Balkány Csenger, Fehérgyalmat Gyulaháza, Tarpa Kemecse és Újfehértó Nagyecsed.